Köszöntöm Önöket! Ez a Galéria, az Alföld Televízió kulturális műsora. Mai adásunkban ellátogatunk a világhírű fotóművész Máté Bence szabadtéri kiállítására, valamint Matusz István Kossuth Díjas fuvola művész jubileumi koncertjére is. Beszélgetünk továbbá Ráczkevei Annával sokoldalú színházi tevékenységeiről. Tartsanak velünk! Máté Bence világhírű fotóművész több mint 600 természetfotójából nyílt szabadtéri kiállítás április 6-án a debreceni Kossuth téren. A belülről megvilágított 15 táblópárból álló tárlat a természetvédelemre és a még védhető értékek fontosságára hívja fel a látogatók figyelmét. A láthatatlan madárfotósként ismert Máté Bence, az év természetfotósa világcímet 2010-ben, az év természetfotósa Magyarországon címet pedig már 5 alkalommal nyerte el. Sikerének titka azok az általa kifejlesztett detektív üveges lesek, amik lehetővé teszik az élővilág zavartalan megfigyelését és fotózását. A fotóművész az elmúlt 20 év képanyagából összesen 623 fotóját választotta ki, hogy egy teljesen egyedülálló kiállítást hozzon létre. A válogatás az viszonylag könnyű, mert az ember szeretné a legjobb képeit a kirakatba tenni. Ami nehezebb dolog az az, hogy hogyan legyenek ezek harmóniába, mert ha betesszük egy nagy kalapba mondjuk az összes olyan képet, amit már megmerek mutatni, akkor nagyon nehéz koncepciót találni, és ez volt az igazán nagy feladat, és hogyha itt az emberek körbenéznek, akkor nagyon sok összekapcsolódás, közös pontot találnak egy-egy paravánon. Itt a tematika például a napfelkelt, a naplement, a napkorong, és több kontinensről is vannak képek, Afrikából, Európából vannak magyar felvételek ezen a paravánon és a másikon is. A képeknek 45%-a Magyarországon készült, 55% pedig másik 21 néhány másik országban. A 333 négyzetméter üvegfelületen különleges élményt nyújtanak a belülről megvilágított képek alkonyat után. A Debrecen szívében felállított tárlat legfőképpen azzal a céllal jött létre, hogy a természetvédelem és a még védhető értékek fontosságára hívja fel a figyelmet. Tényleg gyönyörű felvételek, ilyen helyekre nem igazán jutnak el az emberek így minden alkalommal, meg különleges, én különlegesnek gondolom ezt az egész eseményt, meg egy szép kezdeményezés. Az egzotikus tájakon készült fényképek az élővilág nem mindennapi pillanataiba engednek betekintést, így minden korosztály könnyedén megtalálja bennük a szépséget. Nagyon különleges, meg eléggé furcsa szögekből tud hozzájuk férkőzni, meg például vannak azok a kócsagosok, amikor elég nagyon közel van hozzájuk, meg tényleg gyönyörűeket csinál. Első vidéki városként Debrecen ad otthont a valaha volt legnagyobb kültéri fotókiállításnak, amelyet április 28-áig tekinthetnek a közönség. Ezen felül Vértelen vadászat címmel tart vetítéses előadást a világhírű fotós április 20-án a Kölcsei Központban. Műsorunk most következő vendégét láthatjuk a Lear és az Augustus Oklahomában című darabok főszereplőjeként, illetve a Kulisszák sorozat háziasszonyaként. A Csokonai Színház vezető színművésznőjével beszélgettünk. A mai vendégem a tavalyi színházi évadhoz képest nagyon sok minden változást él át az életében. Erről fogok beszélgetni Ráczkevei Anna színművésznővel, akit szeretettel köszöntök a műsorban. Anna, tavaly még direktor voltál, ma már ebben az évadban idézőjelben mondom, hogy csak színésznő vagy. Szeretném megkérdezni, nyilván a nézőket is érdekli, hogy érzed magad ebben a változásban? Hát lubickolok, és nagyon, nagyon felszabadító érzés az, hogy az a sok-sok teher, ami az igazgatással jár, az lekerült a vállamról. Bár nagyon büszke vagyok erre az 5 évre, amit együtt végigcsináltunk a társulattal. Azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket értünk el, és azok az utak, amiket bejártunk közösen, azok mind nagyon-nagyon sok szép élménnyel teli utak voltak. Remélem, hogy ezt ők is így érzik.
és a város is, és a színház szerető közönség is így érzi, de jó visszatérni ilyen nagyobb lélegzetű előadásokban a színpadra. Hát főleg két olyan nagyon nagy lélegzetű előadásra, amiben most játszol, és egy picit messzebbről kezdeném, mert én úgy érzem, hogy akár az Augusztus Oklahomában főszerepe a Violet, akár a Lear eljátszása, az te életedben nem előzmények nélküli. Értem ezt úgy, hogy az Augusztus Oklahomából ugye 5 évvel ezelőtt készült róla, vagy belőle egy film, aminek épp az a Meryl Streep a főszereplője, akinek te állandó magyar hangja vagy. Ugyanabban a filmben nem te szinkronizálod, de egyébként állandó magyar hangja vagy. A Lear király kapcsán pedig játszottad már korábban az egyik lányt, Gonerilt. Az iránt érdeklődnék, Anna, hogy ezek az előzmények befolyásolnak-e bármiben is a mostani szerepeidben? Az Oklahománál egyáltalán nincs jelentősége. Nem láttad a filmet, vagy nem is akartad megnézni? Talán láttam valamikor elég régen, vagy lehet, hogy csak képeket láttam belőle, vagy csak hallottam róla, nem emlékszem rá. A Lear-nél pedig egy kicsit más a helyzet, mert igen, Gonerilt játszottam sok-sok évvel ezelőtt, Ács János rendezésében, az Új Színházban. Tordi Géza volt Lear király, és nem hordozok magamban jó emlékeket arról a próba folyamatról és arról az előadásról, és valahogy a darab se került túl közel hozzám, mert igazán, hogyha az ember elkezd dolgozni egy anyaggal, egy darabbal, bármilyen híres is az a darab, és bármennyire ismeri, de igazán akkor tud belépni a darab világába, hogyha így elkezd dolgozni vele. És valahogy az nem tudott közel kerülni hozzám akkor. És nagyon-nagyon örülök, hogy így alakult az életem és a sorsom, hogy most pedig egy nagyon izgalmas próbaidőszakon vagyok túl, egy csodálatos rendezővel, és nagyon megszerettem a darabot. Mi változott? Tehát azt mondod, hogy az nem volt egy jó élmény, és ahhoz képest mi az, ami most megszerettette veled a darabot? Hát tapasztalatlanabb voltam emberként, művészként, színészként, és éppen akkor nem ezek a nagyon komor emberi problémák foglalkoztattak, mert éppen kisbabát vártam. És vidámabb szerepre szerettél vállalkozni. És nagyon zavart, hogy nekem ilyenekkel kell foglalkozni. Mm-hmm. Tehát egy teljesen más életszakaszomban ért el akkor, és inkább le akartam magamról választani, mint egyesülni ezekkel a problémákkal, gondokkal, bajokkal. Viszont ha már az anyaságról beszélünk, két gyermekes édesanya vagy, és most mindkét darabban 3 lánynak vagy a Ilja Bocsánikovszféle Lírban, az szintén az édesanyja, ugye ott a Lír királyból ő egy női főszereplőt kreált. Nagyon-nagyon másfajta anyaságot követel meg ez a két darab, mint amit az életben megélhetsz. Ezt hogyan tudod feldolgozni? Mert ugye gonosz anya vagy mind a két szerepben, vagy nem az a fajta anya vagy, aki majom szeretettel fordul a lányai felé? Hát nem mondanám, hogy gonosz anya, egyik sem az. Mind a két szerepben az az érdekes, hogy a saját létükkel, a saját életükkel, a saját hozott történeteikkel küzdenek. Az Oklahomában is van egy nagyon-nagyon erős karakter, aki, hát nyilván mindenki jól akarja csinálni az életét, és minden anya jót akar a gyerekének. Szerintem nincs az a gonoszság, ami ezt felülírja, csak máshogy képzelik el a jót, vagy csak kényszerhelyzetekbe kerülnek. Tehát én nem fogalmaznék így, hogy gonoszak,
egyik anya sem. Egyik, csak akkor bizonyos helyzeteket esetleg nem tud jól kezelni a lányaival szemben. Nyilván a saját belső konfliktusai miatt. És a saját konfliktusai miatt nem látja a lányai gondját, nem látja a lányai konfliktusait, és nem, éppen ezért nem is tudja kezelni, hogyha nem tud róluk, akkor, vagy hogyha máshogy látja, főleg az oklahomás történetre gondolok most. A Lír az megint egy, főleg így, hogy anya és lányai lettek, ez is nagyon-nagyon érdekes helyzet itt pedig. És nem csak azért, mert anya és lányai, hanem mert egy uralkodó szerepből át kéne váltani egy emberi minőségbe. Igen. És ez az, ami ebben az esetben nem megy, vagy nagyon nehezen megy, vagy csak az út végére világosodik meg, hogy hiszen én soha nem emberi kapcsolatokat építettem, hanem uralkodói viszonyokban éltem, hatalmi viszonyokban, és az tökéletesen más, mint az emberi viszonyok. És ezt kell megértenie talán a darab folyamán, vagy az előadás folyamán, vagy az útja folyamán ennek az embernek, és akkor ebből a szempontból mindegy, hogy nő vagy férfi. Igen. Neki ez a feladata. Hát azt gondolom, hogy Ilja Bocsánikovsz is úgy gondolta, hogy Lír emberként kell, hogy megjelenjen, és ilyen értelemben mindegy, hogy nő játsza vagy férfi játsza. Ezt a folyamatot kell végigvinni. Igen. A színpadon. Viszont ez bele torkollik egy nagyon erős őrületbe, aminek mindenféle stációi vannak, hol kislányként őrülsz meg, hol egy nagyon, hát egy ilyen bosszúálló félistenként mutatod meg az őrületet, nagyon sok színét megmutatod ennek a folyamatnak. Ebben magadból dolgoztál, vagy Bocsánikovsz inspirációi alapján, vagy hogy mondjam, színész vezetése hát alapján együtt, építettétek fel. Együtt raktuk össze, nyilván, de a vezető az ő volt, de nagyon jó volt vezetetnek lenni, mert nagyon sok inspiratív ötlettel, nagyon sok figyelemmel, hihetetlenül jó szeme van, ami egy rendezőnél nagyon-nagyon fontos, hogy lássa azokat az apró kis belső rezdüléseket, picike kis folyamatokat, ami az emberben elindul egy próba folyamán, egy mondatától, egy gesztustól, egy hangtól, és azokra tudjon kapcsolódni, és abban tudjon segíteni, hogy azt ki tudja bontani az ember, vagy esetleg, ha nem jó, akkor felejtse el, és ebben ő nagyon-nagyon, én nem is tudom, hogy ilyen fiatalon hogy lehet ennyire sok tapasztalata az emberi működésről, és ennyire éles szeme. Csodálatos volt tényleg a próba folyamat. Tehát ez együtt született, és Keszég László esetében, aki az Oklahomát rendezte, ott ugye egy más helyzet van, mert gyakorlatilag rögtön az elején egy ilyen őrült figuraként érkezel a színpadra, ugye a gyógyszerek és az alkohol Igen. hatására, és ott vannak utána sokkal tisztább pillanataid. Tehát ott nem befelé megyünk az őrületbe, hanem váltakozik az őrület és a tiszta pillanat, ami ugye a lányokkal való viszonyban is megmutatkozik. Ezt Keszég Lászlóval hogyan építettétek föl? Hát az a csodálatos, hogy két nagyon tehetséges ember, két teljesen más munkamódszer, és mind a kettőben nagyon-nagyon élvezetes dolgozni, mind a két munkamódszerben, vagy munkamódszerrel. A László, ő mintha ilyen törékeny dolgokhoz közelítene, úgy közelít a színészekhez. Neki is hihetetlen éles szeme van, de nem olyan erővel nyúl belénk, mint Ilja, hanem nagyon-nagyon finoman terelget, és viszont nagyon pontosan.
És ez is csodálatos érzés, így hullámzani az ő tengerén. Rá és kell hagyni, feküdni hagyni, a hullámokra. Hagyni, hogy vigye a hajónkat, ahova ő szeretné. Ez is nagyon izgalmas, és nagyon jó. És főleg, hogyha olyan társakkal dolgozik együtt az ember, akik erre mind ráhangolódnak, és lesz egy nagyon jó közös munka, akkor az csodálatos. Ha már a társakat említetted, annak ellenére, hogy már nem te vagy ennek a társulatnak az igazgatója, én most fiatalabb kollégáktól, akik játszanak veled a Lírben, hallottam, hogy nagyon-nagyon sokat segítesz nekik, akár a kulisszák mögött is, akár a színpadon is. Érzed-e azt, hogy nagyon erősen támaszkodnak rád, hogy szükségük van a te tapasztalatodra? Tehát, hogy tulajdonképpen még mindig vezeted őket valamilyen szinten, csak már nem direktorként a rendező megtisztelő, hogy ezt mondják, és a színházban én is átéltem azt a folyamatot, hogy fiatal kollégából szép lassan, ha szépen akarom fogalmazni, akkor vezető kolléga lettem. És az mindig nagyon, nagyon jó érzés, fiatalon nagyon jó érzés volt, ha azt tapasztaltam, hogy az idősebb kollégák figyelnek arra, amit csinálok, és rajtam van a szemük, és esetleg egy-egy gesztussal vagy félmondattal megerősítenek, vagy tovább löknek, vagy esetleg azt mondják, hogy azt talán ne csináld. És ez is a színház egyik nagy gyönyörűsége, hogy egy generációkon átívelő folyamatos fejlődés és változás, és az, hogy milyen a magyar színház, az azokon a generációkon múlik, amik ezt folyamatosan adták át egymásnak, a tapasztalatot és a tudást. És egyszer fogalmaztam meg magamnak, hogy volt egy gesztus az Olimpia című darabban, Molnár darabban, amit itt játszottunk a stúdióban, amit én a Bánsági Ildikó kolléganőmtől és barátnőmtől lestem el, és Ildikó pedig talán Rutkai Évától a Víg Színházban, tehát hogy generációkon keresztül szintén. Igen, tehát hogy ezek ilyen búvópatakszerű módon jönnek elő ezek a hangsúlyok, ezek a gesztusok, ezek a ritmusok, amik itt vannak körülöttünk, és amik élnek, és életben tartják azt a hagyományt, amit magyar színházművészetnek nevezünk, és ez csodálatos. És hogyha én bármit, csak egyetlen pici kis gesztust is továbbadtam a fiatalabb kollégáknak, akkor az nagyon megtisztelő, és nagyon örülök neki. Ez biztos, hogy így van, és ha már itt a színházművészet általában is szóba jött, akkor egy másik szerepben is láthatnak idén a nézők téged, ez pedig a Kulisszák című sorozatnak a műsorvezetője és háziasszonya szerepét is magadra öltötted. Miért érezted fontosnak, hogy elindítsatok egy ilyen beszélgetés sorozatot ebben az évadban, Anna? Azt éreztem, hogy hiányzik az a felület, az a találkozási felület, ahol az ezt igénylő és szerető nézőkkel tényleg kötetlenül el tudunk beszélgetni éppen az adott előadásról, vagy az adott művészről, aki nálunk vendégeskedik, vagy éppen ahogy hozza az élet a különböző témákról, és nagyon örülök, hogy azt a visszaigazolást kapom estéről estére, hogy ez jó kezdeményezés, mert nagyon szeretik azok, akik eljönnek, és egyre aktívabbak, és ennek örülök a legjobban, hogy már nem csak ülnek és hallgatnak, hanem igenis gyülekeznek a kérdések, és izgalmasabbnál izgalmasabb felvetések a nézők részéről. Hát tulajdonképpen már párbeszédek alakulnak ki egy-egy műsor végére, mert ugye az elején mindig az adott vendégeket kérdezed, és utána kinyitod a dolgot a nézők felé, és
és nem szégyelnek a nézők kérdezni, illetve reagálni az elhangzottakra. És talán itt van a visszaigazolás, hogy tényleg szükség volt egy ilyen kulisszák mögötti beszélgetésre, amikor tényleg a színház működésről olyan emberek is megtudnak dolgokat, akik egyébként nem tudnak semmit arról, hogy egy próba folyamat mondjuk hogyan működik. Tehát ez biztos, hogy nagyon sok embernek rengeteget hozzá tesz a színházról szóló elképzeléséhez. Már eddig 5 adás lement ebben az évadban. Mire számíthatnak még a nézők? Milyen vendégeid lesznek még? Egy kicsit el kellett tolnunk a deszka miatt, meg elég sok bemutatónk volt az utolsó 2 hónapban, tehát emiatt egy picit eltoltuk. Május másodikán lesz a következő, és uram, bocsá, a Lír királyról fogunk beszélgetni. Hála Istennek! Igen, mert addigra felszabadulnak a kollégák is, és akkor többen tudnak eljönni erre a beszélgetésre. Nem akartam én saját magammal beszélgetni, úgyhogy meg kellett várni, amíg a kollégák is rájönnek. Hát de az Augusztus Oklahomában-ról is volt már egy ilyen adás, és ott is a lányaidat beszéltetted. Tehát azért is szerettem volna veled az Augusztusról beszélni, mert hogy ott is inkább a lányokról volt szó, és a te főszereped az kicsit háttérbe szorult abban a műsorban, mert a lányokra voltál kíváncsi. És ezért akartam megkérdezni, hogy végül is Íjával és egyáltalán hogy Keszég Lászlóval, és egyáltalán ez a próba folyamat hogyan zajlott meg, hogy te hogy érezted magad főszereplőként benne. Úgyhogy akkor 2-án találkozhatnak veletek a nézők, és akkor lesz még egy, ugye? Tehát, hogy május végén még egy lezáró. Igen. És folytatni fogjátok a következő évadban? Mi a terv? Remélem, mert tényleg az a visszajelzés, hogy egyre többen szeretik. Igény van rá. Ezt én is tanúsíthatom. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok a csodálatos szerepekhez, amiket megformálsz most a színpadon is, és a jövő évadra is ilyen fajsúlyos szerepeket kívánok. Én köszönöm a meghívást. Bach, Mozart és Schubert művei is felcsendültek április 12-én este a Debreceni Művelődési Központ pódium termében. A komoly zenekedvelői Matusz István Kossuth Díjas fuvola művész nagyszabású jubileumi koncertjét hallgathatták meg. Nagybátyámnak a családja is itt élt. Ez volt az első kötődésem, és óriási esemény volt számomra, amikor villamost láttam, mert Nagykörösön, ahol én születtem, ugye, elég 47-ben, megmondjam, nem volt villamos. Én meg mindig azt terveztem, hogy Nagykörösre majd én megálmodok egy villamos vonalat, olyat, mint Debrecenben van. És borzasztó nagy élmény volt, akkor még 7 villamos vonal volt Debrecenben. De hát a legnagyobb élmény az volt, hogy a nagy erdőbe ellátogattam meg a strandra. Ugye felügyelettel, felnőttekkel, és ez az első kötődésem. Na most, a következő, ami zenei jellegű, kimondottan, az, hogy amikor főiskolás voltam, már mint a Zeneakadémia hallgatója voltam, és egy szép nap egy nem kisebb úr keresett fel, mint Gulyás György, aki annak idején ugye a zeneművészeti szakközépiskolának volt az igazgatója. A kollégiumba keresett föl személyesen, és megkérdezte, hogy nem volna-e kedvem Debrecenbe járni, tanítani heti egy alkalommal. Akkor még főiskolás voltam, tehát csak heti egy alkalmat tudtam vállalni, azt is másfél nap, maximum 2 napban, és az, hát nekem óriási megtiszteltetés volt, hogy ez a nagy ember, Gulyás György, engem kér föl erre a feladatra, és még azt is mondta, hogy azt szeretné, hogy itt a fuvola tanszak följöjjön nemzetközi szintre, és azokat az újításokat, amiket én akkoriban már használtam a hangszeren, meg sok modern művet, főleg magyar kortárs művet játszottam, hogy azokat hozzam be az oktatásba. Úgyhogy december 1-jel 68-ban munkaviszonyba kerültem a Debreceni Zeneművészeti
szakiskolával, akkor még szakiskola volt. Következő évben, már 69-ben, már a főiskolára is meghívott Gulyás György, ugyanis annak is az igazgatója volt, és akkor már a főiskolai szinten is tanítottam. Tudtam, hogy az oboán azt a bizonyos folyamatos légzéstechnikát használják. Azt láttam is, már itthon, mielőtt elmentem külföldre akkor is. Külföldön is láttam. Az oboán ugyanis könnyebb megvalósítani, mint más hangszeren, akár fagotton, akár fuvolán, mert ott nagyon kevés levegőre van szükség, illetve levegő felesleg lép föl. Amiatt, hogy a befúvás nád, az ugye pici átmérőjű. És láttam őket, de azért elkezdtem irigyelni, hogy jaj, de szép hosszú frázisokat tudnak játszani, úgy, hogy közben levegőt vesznek, és nem törik meg a frázis. Ugyanis a zeneszerzők nem mindig gondoltak arra, hogy levegőt kell a játékosnak venni, akár Bach sem, hanem a zenével foglalkoztak. A zenéileg nincsen különbség egy hegedűre írott szóló szonáta, bizonyos tétel és egy fuvolára írott között zenei szempontból. Viszont fuvolán ugye eddig úgy volt, hogy muszáj megszakítanunk bizonyos időnként ezt az egyenletes folyamatot azért, hogy levegőt vegyünk. Na most ez engem azért érdekelt, hogy Bach műveiben is meg tudjam ezt oldani, egyrészt azért, másrészt azért, hogy mindig legyen levegőtartalék a tüdőben, bármilyen hangerővel tudjak játszani. Tehát a nagy forték ugye több levegőt igényelnek. Úgyhogy 1974-ben, amikor Németországban éltem, akkor kezdtem én ezzel foglalkozni. Intenzíven. És elhatároztam, hogy igen, kell lenni egy olyan módszernek, amely lehetővé teszi ezt. Ez az úgynevezett folyamatos vagy cirkuláris légzéstechnika. Nagyon szerettem tanítani, és szeretek is tanítani, mert számomra is hasznos. Tehát az már közhely, ugye, hogy a tanításból a tanár is tanul. Persze, hogy tanul, mert látja a növendéknek a nehézségeket, abból tanul, tehát módszertanilag abból tudja ugye majd levezetni más növendékekkel azt, hogy hol a hiba. Tehát módszertanilag mindenképpen tanul, és természetesen zeneileg is. Tényleg 50 éve legalább a zenei kapcsolat, azaz az itteni munkahelyem, mert én mindig ezt éreztem fő munkahelyemnek, és sosem hagytam el. Akkor sem, amikor külföldre kimentem. Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy tényleg ilyen értelemben debreceni tanár vagyok 50 éve. Önök a galériát látták. Legközelebb is igazi kulturális csemegékkel várjuk nézőinket, érdemes lesz akkor is velünk tartani. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!